Ettől az évtől Menedek Miklós a Vidor zsűriének elnöke. A művészt a fesztivál közönsége az elmúlt években többször is láthatta a versenyprogram előadásaiban, egyebek mellett a napsugárfiúkban és a nagy négyesben. 2013-ban életműdíjat kapott. A beszélgetésen Sediánski Nóra dramaturg segítségével ismerkedhettek meg a nézők, a művész pályájával, a Katona József Színház alapító tagjával, aki közel 200 produkcióban vett részt. Ma is aktív, játszik és rendez. Benedek Miklós szerint a jó végjátékhoz kell egy nagyon jó darab, egy jó rendező, szív, lélek és humorérzék. A zsűri elnöke úgy véli, hogy nem könnyű komédiát játszani. Nagyon sok végjátékot játszottam 50 év alatt, és hát bizony nagyon megszenvedtünk sok helyen a vígjátékkal. Én azokat szeretem, amik ugye egy kicsit olyan fekete humoros vigyátékokkal jót lehet nevetni, de egy kicsit azért, hogy elfacsarodik az ember. A zsűrinek Benedek Miklós mellett tagja a Móri Színház művésze Szélezita és négyen a közönség képviseletében. Egy bankár, egy ügyész, egy nyugdíjas hölgy és egy gimnazista. A zsűri elnök szerint nagyon izgalmas, ahogyan a civilek vélekednek az előadásokról. Mivel nagyon sok előadás van, ugye, 16 körül, ha jól tudom, Hát, hogy el ne felejtsük az elejét, ezért mindig minden nap, az előző napot megbeszéljük. Tehát a, leülünk este 6 órakor, tehát előadás előtt egy órával, és az előző esti két darabot átbeszéljük, hogy kinek hogy tetszett, kinek melyik színész tetszett, melyik színésznő, tehát mindent átbeszélünk, amit egy ilyenkor, ilyenkor kell. A beszélgetés végén érkezett a hír, hogy 92 éves korában elhunyt Makkároly, Kosudíjas filmrendező, aki éveken át volt a Vidor Fesztivál zsűriének elnöke.